Na hellóztok, itt is vagyok újra egy újabb videóval, és a mostani epizódban egy kis érdekességgel készültem számotokra, méghozzá, hogy hogyan készíthettek magatoknak sima vanilla Minecraftban ilyen baromi jól kinéző dolgokat, mint egy akvárium, vagy akár egy kakukkos óra, egy tűzrakóhely és még sok más hasonló kis dekoráció, illetve akár egy T-rex csontvázis. Nem tudom, mennyire jön ki belőle, azért szerintem ki lehet venni belőle, hogy ez egy T-rex. Mindössze egyetlen egy command blokkal, és ez teljesen vanilla Minecraftban. Szóval ez a videó egy ilyen kicsit ilyen tutorial jellegű rész lenne, epizód lenne, mint ahogy az régen a praktikus trükkök sorozatban volt, nem tudom mennyire emlékeztek rá. Szóval szeretném ezt kicsit feltámasztani, és még sok hasonló olyan tutorial, tehát inkább ilyen informatív jellegű videót készíteni. Na ez a mai is egy ilyen lesz, méghozzá, hogy hogyan tudtok magatoknak elkészíteni mindössze akár egyetlen egy command blokkal, egyetlen egy parancsal, mondjuk egy számítógép asztalt. Szóval ezt, mint ahogy biztosan sokan kitaláltátok, ezeket a kis szerkezeteket, ezeket a kis lakásberendező dolgokat armor stand-ek alkotják, szóval ha átváltatok magatokat game mode spektátorban, akkor láthatjátok, hogy innentől kezdve megjelennek az eddig láthatatlanul itt hagyott kis és nagy armor stand-ek, illetve villagerök, amiknek a fej slotja vagy a kéz slotjaiba ilyen itemeket tartanak, és ugye ezek itt láthatóak maradnak, szóval ezek így állnak össze, ezek igazából entitások, és ugyanúgy igaz ez például ezekre, és habár nagyon blokkosnak néznek ki, de ezeken át lehet ugye menni, hiszen entitásokról beszélünk, szóval igazából ezeket eddig is lehetett készíteni, mindössze azzal, hogy ugye az ember leszumonol armor standeket, és aztán ezeket úgy forgatja, úgy állítgatja be, hogy felvegyenek egy ilyen alakzatot. Azonban erre van egy kis könnyítés, méghozzá egy generátor, Mr. Gerardo's Armor Stand generátorjával könnyen lehet készíteni ilyeneket, amit mindjárt meg is fogunk nézni, hogy hogyan lehet összedobni egy ilyet, és hogyan tudjátok magatoknak is megcsinálni egy-egy ilyen lakásberendezési dolgokat, vagy bármilyen kis dekorációt mondjuk adventure mapekhez. Ezen kívül azon az oldalon, mert ugye ehhez még le se kell tölteni programot, mindössze csak fellátogatni egy websájtra, azon az oldalon rengeteg más hasonló kis playerek által készített ilyen dekorációs építményt találhatok, amit csak le tudtok tölteni, egyetlen egy parancsban ide beilleszteni, és azt aztán lefuttatva megkapni játékban is, mondjuk például ezt a számítógép asztalt. Szóval nézzük is csak meg, és dobjunk össze mi is egy ilyen kis modellt. Na most itt is vagyunk a weboldalon, ennek a weboldalnak a linkjét megtalálhatjátok a leírásban, illetve egy kis videót is szúrtam be a készítőtől, hogy hogyan lehet használni. Szóval itt vannak az alapdolgok egyébként. Itt ebben a felső csíkban kiszedhetünk egy bármilyen itemet, mondjuk sima stone, aztán arra nyomunk egy addot, és bam, ott is van a középen egy kövünk, amit ugye aztán tudunk forgatni, mozgatni. Előző is itt ugye három tengelyen, de ezt nem csak így kézileg, hanem itt akár szépen be is írhatunk neki egy értéket, és akkor odaugrik arra a pontos pozícióra, amit ugye megadunk neki. Aztán ezt duplikálhatjuk, tehát hogyha kihúzzuk, akkor lesz belőle még egy sima delete-tel tudjuk ezt törölni, és a legjobb az, hogy ezek ugye össze is merge-elhetők, tehát össze is olvaszhatók, illetve különböző méreteket is változhatunk neki, tehát van kicsibe, van közepesben, nagyba, és akár egy teljes solid blokkba, tehát ez már nem egy entitás, ennek hogyha nekimész, ezzel már nem tudsz áthaladni, hanem erre is pakolni esetleg még entitásokat, ahogy érzed, szóval ez benne teljesen jó, hogy ugye teljesen testre lehet szabni, és például ugye olyan színen is, hogy akár ezeket forgatni is lehet különböző irányokba. Egy kicsit fura egyébként az irányítás, tehát például a bal klikket nyomva tartva tudjátok forgatni így a kamerát, megnézni több oldalról is, a jobb klikket nyomva tartva pedig így arrébb lehet húzni, és így lehet járkálni gyakorlatilag ebben a térben. Nem tudom, mennyi használtatok, vagy ismertek ilyen modellezős programokat. Én például én suliban rengeteget foglalkozunk 3D-s Max-szal, vagy Maya-val. Hogyha esetleg ezekben jártosok vagytok, akkor nem lesz nehéz beletanulni ebbe a programba, bár egy kicsit, vagy hát ebbe a weboldalba, mert ugye ehhez se kell tölteni semmit. Csak hát egy kicsit fura az irányítás így először, de azért meg lehet szokni. Főleg, hogyha már modelleztetek. Szóval kezdjünk is el csinálni mondjuk valamilyen alkotást, legyen ez egy gyémántalma mondjuk, mert arra már van egy jó ötletem, hogy hogyan lehetne elkészíteni. Szóval kértek mondjuk magatoknak egy gyémántot, és azon belül is, ugye itt már ki is adja, azon belül is egy blokkot, hogyha erre rákattintotok, hogy ad, akkor már bum, ott is van középen, nekem jó lesz a közepes méret, és ehhez, hogy egy kicsit lekerekítettebb formát csináljuk neki, szerintem le fog kérni még egy párat, szóval legyomtam most még egyet, ennek lejjebb veszem a méretét, small-ra, és akkor ezt kicsit így szépen óvatosan kihúzom itt az oldalán, és bam, ezzel talán egy oldala már meg is van. Kicsit az egészet fejviszem, szóval ezt is így egy-két blokkal, így, meg ezt is így, és akkor ennek még az aljára is be tudunk szúrni még egy ilyen gyémánt blokkot, szóval ezt is visszateszem small-ra, bum, itt is van, most már szépen meg van csinálva az alja is.
letetek még egyet, és így tovább, és így tovább. Ezt szerintem nem is nagyon kell tovább ragozni, ti is meg tudjátok, is tudtok ezzel bőven szórakozni, úgyhogy ezt itt szépen fel is gyorsítom, amíg megszületik a modell, és onnantól kezdve már tudjuk is folytani tovább. Oké, szerintem meg is van a gyémántalmánk. Na most, hogyha készen vagytok a modelletekkel, akkor itt már csak a generator rányomtok, és itt jobb oldalon látszik is ez a hosszú-hosszú parancs, amik ugye az armor standeknek a pozícióját adják meg, szóval ha ezt kimásoljátok, és beillesztitek a játékba egy command blokkon belül, akkor már meg is tudjátok kapni a játékban ezt a parancsot. A túloldalon, tehát itt a bal oldalon pedig egy ilyen destroy command van, tehát az a része a parancsnak, amivel el tudjátok ezt tüntetni, hogyha esetleg már nem kell nektek ez a tucca játékban. De valamiért nekem ez nem működött, úgyhogy egy másik módszert használtam az elnődötésre, azt is mindjárt bemutatom, de először akkor illeszük be ezt a jobb oldalát a játékba. Itt is vagyok újra, és akkor nézzük csak meg, hogy hogyan sikerült megcsinálni a jó kis gyémántalmánkat. Szóval bam, be is illesztem ide a kommandot, rányom arra, hogy mindig aktív legyen, ezzel kap is egy kis resztójelet, és meg is csinálta nekünk, itt van egy gyönyörűséges gyémántalma a játékban. És ugye, mint láttátok, viszonylag egyszerű módon meg is tudtuk ezt kapni. És az a jó, hogy ugye ezt akár szerverekre is megcsinálhatjátok, multiplayerben is ugyanúgy működik, és nem kell hozzá semmilyen resource pack, szóval éppenséggel resource pack-kel is dolgozhattok, hogyha az kell, mert arra is van lehetőség ebben, de resource pack nélkül is ugyanúgy működik, és ez azt jelenti, hogy bármilyen adventure mapre bele lehet tenni, és az ugyanúgy fog látszani, mint nektek. Na most, hogy viszont el akarjátok tüntetni, akkor én a következő módszert használtam rá, egyszerűen oda jövök ennek a közelébe, és a következő parancsal, ezzel, a kill-lel megölöm azokat az entitásokat, azokat az armor standeket, mert ugye megnézhetjük ezt a game mode spektátorban újra, és akkor látjuk, hogy na hát ugye ez armor standek és villagerekből állnak ezek a dolgok, vagy lehet, hogy ez mondjuk csak villager. A lényeg az, hogy entitások vannak ezeknek a belsején, ezek ilyen láthatatlan és kinyíthatatlan entitások, kivétel parancsal ugye. Szóval, hogyha ide jövök közel hozzá, és beírom ezt a kill parancsot, és azon belül is, ugye be is írom, szóval kill parancs, és azon belül is, ugye kivétel, a felkiáltója, ez a kivétel a player, az összes entitás megöli rajtunk kívül 5 blokkos körzetben. Tehát ugye az erre tudjuk megadni a rádiuszt, 5 blokkos körzetben minden entitás megöli, ezzel egyébként vigyázni kell, mert hogyha esetleg itt van mellettetek egy disznó, tehát mondjuk ide leszek egy disznót, és úgy ölitek, vagy úgy használjátok ezt a parancsot, akkor bizony a disznót is megöli a ti általatok letett modell lesz, szóval ezzel vigyázni kell, úgyhogy úgy kell belőni a rádiusz, hogy tényleg csak azt a részét semmisítse meg a dolgoknak, amit ti akartok, tehát mondjuk, hogyha nagyon kis közeli dolgot akartok megölni, hogyha nagyot, akkor esetleg lehet 10 is, de a lényeg az, hogy vigyázzatok rá, és ugye ne szedjétek ki azt, hogy a playert, tehát hogy a player ne legyen benne, mert hogyha csak ezt írjátok így be, hogy mondjuk minden entitás nyíljon ki 5 blokkos körzetben, akkor bizony titeket is megöl, hiszen ti is egy entitások vagytok. Amit még érdemes észben tartani, hogy csak az olyan szervereken és pályákon fog működni, ahol ugye oppok vagytok, tehát van jogotok letenni, és be is van a kapcsolva, hogy le lehessen tenni command blokkokat, mert alapesetben ugye ez így nem fog létrejönni, szóval egyrészt nem tudtok magatoknak szerezni command blokkot, másrészt pedig, hogyha beleírtok valamit, akkor ugye azt nem tudjátok lefutani egyet, nem tudjátok megnyitni sem, szóval ugye ezt érdemes észben tartani, hogyha például olyan világban vagytok, ami alapból esetleg survivalben volt elindítva, akkor azt először Open to Land-nal meg kell nyitni, bekapcsolni, hogy lehessen letenni ilyen command blokkokat is, és akkor onnantól kezdve ez is működik. Szóval ez még csak egy ilyen kis tipp ahhoz, hogy minden jól működjön a szerkezetetekben. Szóval ennyit szerettem volna erre a videóra, nagyon-nagyon látványos dolgokat lehet belőle megcsinálni, tényleg mint ahogy látjátok, hiszen egyenlen egy kattintással bam, mondjuk itt van egy ilyen kis napozóágy, és még lehet egy csomó mindent böngészni egyébként a neten. Minden dolgot, ami kell ezeknek a létrehozásához, azt megtaláljátok a leírásban, tehát a linkek, a weboldalnak a linkje, a segítő videóknak, illetve a készítőnek is a csatornáját megtaláljátok a leírásban, feltétlenül csekkoljátok le. És hát remélem tetszett nektek, remélem tudtam ezzel megint csak egy kicsit segíteni, és hát találkozunk majd egy következő epizódban. Addig is pedig minden jót, és sziasztok!